Ez egy álom, megcsináltuk, ott vagyunk a Final Four-ban, bármennyire is szoros meccset játszottunk a Podgoricával, ismét nyertünk. A szurkolóink boldogok, mi is azok vagyunk, mi mást kívánhatnánk még. Valóban szoros meccs volt, de harcoltunk, szívvel játszottunk, így képesek voltunk nyerni. Nagyon boldogok vagyunk, és már várjuk a következő hetet. A lányok rengeteget segítettek abban, hogy gyorsan felvegyem a csapat játékának ritmusát. Igyekszem hallgatni rájuk, hogy ez a folyamat minél könnyebb legyen, azt hiszem, a jó irányba haladunk. Ha két hónappal ezelőtt az érkezésemkor azt mondják, hogy most így játszom, hogy ennyire jól érzem magam a csapatban, akkor azt lehetetlennek tartottam volna. Egy új helyen mindig el kell magad fogadtatni, de a lányok ezt nagyon megkönnyítették nekem. Annyira jó játékosok, könnyű velük együtt játszani. Nagyon büszke vagyok a csapatra, ahogy együtt dolgozunk, harcolunk egymásért, és a legjobbunkat igyekszünk nyújtani. Nem számít, mi történik, azokkal a játékosokkal játszunk, akik rendelkezésre állnak, ezáltal is erősebbek és erősebbek vagyunk. Amit a legtöbbször látok a csapaton, ha végignézek rajta, az a mosoly az arcokon. Ez a siker egyik kulcsa, mert a nehéz pillanatokban is mosolygunk, és mindig bízunk abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Fontos a mosoly, mint ahogy a csapaton belüli hangulat, az energia, amit egymásnak adunk. Együtt vagyunk akkor is, ha jó történik, akkor is, ha valami rossz. Harcolunk egymásért, és ezt ma a pályán is megmutattuk. Nagyon szeretek Győrben játszani, kiráz a hideg, ha a szurkolókra gondolok. Rengeteg támogatást kapunk tőlük, és ez csodálatos, imádom. Most még nem gondolok arra, hogy mi lesz a Final Four-ban, egyszerűen csak rettenetesen boldog vagyok, hogy bejutottunk. Azok a csapatok, amelyekkel ott találkozunk, mind nagyon erősek, nehéz és szoros meccsekre számítok, bármelyikkel is játszunk. A lényeg, hogy mosolyal az arcunkon, harci szellemben lépjünk a pályára, aztán meglátjuk, mi történik.